egy projektor például egy chatszobára lesz berendezve. A chatszoba az azt jelenti, hogy a gyerekek, tehát a Bulcsú, Zsófi és Szavika beszélnek a Hannával. Ez nem tudom én, a színpad szélén egy gyorsöltöző, a fodrásztárnak a mellékhelyisége, fogalmam sincs, a színház majd kitalálja. Az a lényeg, hogy ott kell egy ipari kamera, ami bemegy az egyik projektorba, és folyamatosan... Az élő. Az élő, persze. Hát magyarán... Nem felvett anyag lesz? Nem felvett anyag. Hát azért, mert nekik lesz egy műsorhang. Tehát, hogy élő legyen a színpaddal való kommunikáció. Érted? Ez jó nehéz. Baromi nehéz. Tehát, sárkány készül. Mi a második mondatod? Hol a sárkány? Ezzel gyere be, légy szíves. A sárkány innen bejön, ez is a holnap penzum. Még lehet, hogy ezt is fel kell magamra. De lehet, hogy meg kicsit higgyetőbbá. Megkértem, hogy hagyj hullajtsam a tollaimat. Itt épp özel kellene, és akkor az nem tudom. Annyit lehet, hogy a cipőbe kérsz narancsárga cipőfűzőt. Így az összhang jegyében. Jó? Azt hittem, hogy most felvidítanak. Na figyelj, akkor most ez így lesz, jó? Jó, én és akkor lemegyek, és megnézed, hogy milyen ez, amikor megpróbálok nagyon vigyázni rá, jó? Jó. De esel benne. Hát hanyat fogok esni? Jó. Figyelj, nyugodtan. Jó, oké. Nagyon szépen köszönöm. Mindenképp így csinálom a színpadon, hogy így felcsapom, hogy hátra. És így hogy tudom én ezt tudni, hogy vegyem? Most hívszak, tudod. Figyelj, meg a sokának öltözőről, hogy igyál meg a vizet! Mondd neked, teljes elmetem ott horror! Legyen jó!